Jó estét kívánok, kedves nézőink! Hát igazán nagy meleg van, és ilyenkor megmondom őszintén, hogy én inkább olvasgatni szeretek. Éppen tegnap este egy olyan oldalt olvastam, ahol bomba alakú lányok és fiúk voltak, és azon gondolkodtam, hogy hát ha az ember olvassa és nézi ezeket a fotókat, akkor garantáltan nem lesz jó alakja. Tehát ettől tőlem sokkal többet tud dr. Pucsok József, egyetemi docens, de ezt tanítod is, ugye Józsi, és emellett azért azzal is foglalkozol, hogy embereket megtanítasz helyesen sportolni. Jelenleg Debrecenben, de itt Nyíregyházán is nagyon sokan ismernek, hiszen éveken át itt dolgoztál a Nyíregyházi Főiskolán. Hát hogyan is kezdjünk ebbe? És egyáltalán mi a legfontosabb az, hogy egészségesen éljünk, vagy hogy jól nézzünk ki, és mondjuk nagyon sok izmot építsünk magunkra? Mi lenne a legfontosabb? Azzal kezdeném, először üdvözlöm a nézőket természetesen, azzal kezdeném, hogy önmagában a testmozgás, azt úgy tartjuk sportszakemberek, illetve a testnevelő berkekben, és ez a sporttudományi társaság is a zászlajára tűzte, hogy a mozgás az önmagában gyógyszer. Ez azt jelenti magyarul, hogy ha elkezdünk mozogni fokozatosan és tervszerűen, akkor ennek meg lesz először az egészségmegőrzésben az eredménye, és hát a testalkatváltozásban is ez mérhető lesz. Én mindenkit rábeszélek arra, hogy mozgást kezdje el. Természetesen hát fokozatosan és hát észszerűen kell mindezt tenni, tehát nem szabad. Sokszor hallom azt, hogy valaki saját kútfőre elkezd sportolni, esetlegesen olyan túlsúlyjal rendelkezik, amivel még nem szabadnia futnia, és hirtelen elkezd egy olyan fizikai aktivitást, ami túl nagy terhelés jelent számára, jön egy sérülés, és ugye a sérülés után elkedvetlenedhet esetleg, és abba hagyja. Most valaki azt mondja, hogy ha mondjuk jelentős túlsúlya van valakinek, akkor nem is szabad, tehát mondjuk ha van 30 kiló fölöslege, akkor először legalább 10-15-öt próbáljon magáról ledolgozni, de hát valahol ez egy ördögi kör, mert ha nem mozog, akkor nyilván nehezebben megy a fogyás is. Én akkor azt szoktam javasolni, hogy aki egy picit nagyobb túlsúlyjal bír, vagy nagyobb pocakja van esetleg, ha fogalmazhatok így, akkor se szabad lemondani a mozgásról. Én akkor nem azt mondom, hogy ugye Ironman távokat kell futni, vagy át kell úszni a Balatont, hanem egyszerűen egy ház körüli séta. Erdőben való félórás folyamatos mozgás, Nordic walking, ugye ezek ismert mozgások, sétálás, Nordic walking. A testesebb emberek általában nagyon szeretnek úszni, pont testalkatukból adódóan ez nekik sokkal könnyebb, mint mondjuk aki vékonyabb, inasabb. Tehát meg lehet találni azt a mozgást, amit élvezünk. Tehát ez a legfontosabb, hogy élvezzük, az időbeosztásunk az igazodjon, és minimum, és ez is hát szakirodalmi adat, hogy minimum ugye egy 20-30 perc folyamatos fizikai aktivitás szükséges, ez egy folyamatos alacsony intenzitású mozgás kell végezzünk. De most azt is olvastam tegnap, hogy az hülyeség, hogy a zsírból izom lesz, mert hogy a zsírsejt a zsírsejt, az izomsejt meg az izomsejt. Tehát a kettőnek semmi köze egymáshoz. Először is a zsírsejteket kell ugye eltüntetni, és utána lehet izmot építeni. Ez viszont azért úgy tűnik, hogy ez baromira hosszú folyamat, és ugye ma már nincs ideje az embernek semmire, tehát eredményeket akarunk, lehetőleg gyorsan akarunk eredményeket, és ezért nagyon sokan bármit hajlandóak nem megtenni, hanem mondjuk megfizetni. Tehát megvesznek különböző eszközöket, különböző táplálékkiegészítőket, gyógyszereket, kütyüket, és várják az eredményt, mondjuk tavasztól strandszezonig, ugye ennek általában az lenne a cél, hogy működőképes legyen. Működhet ez? Szerinted vannak olyan csodaszerek, vagy nincsenek? Hát én semmiképpen nem hiszek tehát a rövid távú haszon nincs az életben, már úgy még a testmozgásban sincs, tehát egy hónap alatt világbajnoki testalkatot elérni nem lehet. Tehát ez nyilván, ezt mindenki tudja, hogy ugyanúgy, mint a sport, kicsit olyan, mint a tanulás. Hogyha nem fektetünk bele energiát, akkor nem szerezzük meg a tudást. A sport is ilyen, tehát hogy ez egy rendszeres fizikai aktivitás, ez azt jelenti, hogy elkezdjük, és bizony be kell építeni az életmódunkba. Tehát szépen, minden héten, ha esik, ha fúj, akkor ezt gyakorlatilag csinálni kell, meg kell találni ezt a testmozgást, ami megfelelő, és vigyázni kell ezekkel a csábító ígéretek, amit a tévében hallani, hogy beveszem ezt a kapszulát, beveszem azt a kapszulát,
zsírégetésnek, önmagában ez a zsírégetés kifejezés is rossz teljesen, tehát szakszerűtlen, és tehát csak a befektetett munkának van eredménye, de nem kell megijedni, ettől el kell kezdeni 20-30 perc folyamatos mozgás, séta, futás, túrázás, de ebben még beletartozik a kert, otthoni kertészkedés is akár, tehát az a lényeg, hogy valamilyen fizikai aktivitás, ne a fotelebe üljünk. És kell egy pihenőnap, ugye azt mondják, hogy edzés, pihenőnap, és hogy nem szabad ötször edzeni, mert akkor nincs eredménye. Hát ez leginkább az dönti el, hogy mielőtt belefogunk egy fizikai aktivitásba, vagy valami rendszeres fizikai aktivitásba, akkor azért egy egészségügyi felmérést érdemes végezni. Ha profin akarjuk csinálni, már pedig miért ne, akkor azért egy orvosi szűrővizsgálatra mindenképpen javasolnám, hogy elmenjünk. És hát ezt az életkor határozza meg magának az edzésnek a rendszerességét és az edzettségi szint. Tehát, hogy azt mondom, valaki középkorúan, pici túlsúllyal, minimális sportmúlttal kezd el mozogni, akkor érdemes egy-egy pihenőnapot beiktatni, de valaki 20 éves ifjú titán, akkor lehet minden naponta sportolni, persze, tehát egy 20-30 perces mozgás után lehet regenerálódni. Ez egészen ez a 20-30 perc, ez elmehet egy óráig is, hogyha 60 perces edzéshoz nézünk, akkor viszont már javaslom a 3x1 órát, tehát ott már érdemes egy-egy napot beiktatni. És a másik dolog, amit nagyon sokan hajtanak és sokan mondanak, hogyha az ember mondjuk fogyni akar, ugye ez egy ilyen női baromság, ez a, tehát a sport és a fogyás, ugye az nem biztos, hogy egy lapon kellene említeni, de most akkor hadd ragadjam ki ezt a dolgot. Tehát, hogy kb. 70% a táplálkozás és 30% a mozgás, ami mondjuk egy sikeres fogyókúrának a kelléke. Ez szerinted igaz? Én ezekkel a számokkal azért így csínyán bánnék, és nem mernék ebbe hát a határozottan állást foglalni. Az biztos, hogy tartós fogyást, az csak a mozgással lehet elérni. Tehát kell hozzá nyilván egyfajta diéta, úgymond tehát kalóriában szegényebb étrendet kell követni, de ez nem azt jelenti, hogy 3 joghurtot eszünk egy nap, és sanyargatjuk egymást, hiszen akkor nem tudunk mozogni, mert szénhidrát kell az testmozgáshoz, hanem egy normál, kiegyensúlyozó diétát követünk, étrendet is mellette sportolunk, de annyit kell enni, hogy legyen energiánk, ugye a sporttevékenységhez, kerékpározás, úszás, futás, bármit is még. Tehát tulajdonképpen akkor összegezzük, nem lehet megúszni, mindenképpen föl kell állni a karosszékből, és attól, hogy mindenféle ilyen teóriákat, meg hipotéziseket olvasunk arról, hogy mitől leszünk egészségesek, az önmagában nem működik, csak akkor, hogyha teszünk érte. Így van, hát munka nélkül nem megy, ugye? Tehát tenni kell érte, de mindenképpen megéri, mert nem csak ugye az esztétikum, tehát a testünk, hanem a testi lelki egészség szempontjából is nagyon fontos. Tehát az egészség megőrzés, és egy-egy egyáltalán a közérzetünket is befolyásolja a sport. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad nekünk. Én köszönöm. Integrál digitális városi közgyűjtemény kialakítását tervezi a Józsa András Múzeum a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral. Ennek érdekében együttműködési megállapodást is kötött a két intézmény, amely további 8 közös pontot tartalmaz. A sajtótájékoztató Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, a Józsa András Múzeum egy a Magyar Posta által kibocsátott bélyegre is rákerül majd. Az elmúlt időszakban több megállapodást is kötött a Józsa András Múzeum a város cégeivel, valamint más kulturális intézményekkel egyaránt. Most a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral írtak alá megállapodást, annak érdekében, hogy közösen tudják alakítani Nyíregyháza kulturális életét, hangzott el a sajtótájékoztatón. Mi az átalakításnak gazdagítását gondoltuk, tehát a mai megállapodás is erről szól, hogy a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár és a Józsa András megyei hatókörű városi múzeum között történt meg ez a megállapodás. A megállapodásnak 9 pontja van, és arról szól, hogy működjünk minél hatékonyabban úgy együtt, hogy a város kulturális életét ezzel is jobban elő tudjuk segíteni. Tehát ahonnan kiindult a beszélgetés igazgatónővel, amikor leültünk és beszélgettünk erről, akkor a lényeg az volt, hogy ugye a mai világban egyre jobban a
műtárgyakat digitalizálás alá vonjuk, és minél szélesebb körnek meg tudnánk mutatni. A közös tervek között szerepel többek között a szakkönyvtárak együttműködése, a könyvkiadói tevékenység összehangolása és a közös pályázatok is. Kiemelt szerepet kap majd a digitalizáció, amelyet szintén együttesen szeretne a két intézmény annak érdekében, hogy minél gyorsabban, minél több platformon elérhető legyen a könyvtár és a múzeum archívuma. Vannak digitalizálási pályázatok. Ezeket is, hogyha lehetőségünk van, hangoljuk össze, vagy közösen vegyünk részt ezeken a pályázatokon, mint ami egyébként volt már a könyvtár és a múzeum között, amikor a Nyírvidék című folyóiratot digitalizálta a két intézmény. Én bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló pályázatokat írnak ki, hiszen el is készült a könyvtári digitalizációs stratégia, ami pont erre hívja fel a hangsúlyt és a figyelmet, hogy mennyire fontos a közgyűjteményekben megőrzött nem csak nyomtatott dokumentumok, de videók, hanganyagok archiválása és megőrzése az utókor számára. A sajtótájékoztatón a város alpolgármestere is részt vett, aki egy friss hírrel kezdte köszöntőjét. Urik Attila még tavaly kereste meg a Magyar Posta ZRT bélye kibocsátással foglalkozó részlegét, azzal a kéréssel, hogy a jövőre kerek évfordulót ünneplő Józsa András Múzeum kerüljön bélyegre is ezentúl. A Magyar Posta ZRT tanácsa elfogadta az egyik javaslatunkat, és egy a Józsa András Múzeum, amely jövőre 150 éves lesz, rá fog kerülni hivatalosan a Magyar Posta által kibocsátott és értéken megjelölt bélyegre, ami nagyon nagy öröm a számomra, mert Nyíregyházának egy kulturális intézménye sem volt még rajta, sőt, Nyíregyházán is magánkiadások vannak, bélyegek, amelyek megjelentek eddig a magyar fiatal történetben, és nem hivatalos kibocsátásnak a részei, illetve azt gondolom, hogy ez egy hatalmas reklámfelület, ezt nem csak Nyíregyházán láthatják, hanem lényegében bármely Magyar Posta hivatalba bemennek, ráragaszthatják a kis borítékukra. Urik Attila a sajtótájékoztatón hozzátette, mivel magyar témájú bélyegeket sokan gyűjtenek szerte a világban, ezért határokon túlra is elmehet a híre annak, hogy Nyíregyházán van Magyarország egyik legrégebbi közgyűjteménye és múzeuma. Azon mosolyogtam, hogy tegnap éppen Fintor Gáborra gondoltam, mert ennek azért egyébként semmilyen érzelmi összeköttetésben nem állunk, de azt ígérted legutóbb, hogy augusztusban jössz hozzánk, úgyhogy hát tulajdonképpen nem tudom, hogy bevonzottam ezt a dolgot, vagy tényleg betartottad az ígéreted, minden esetre itt vagy. Köszöntöm most ma este. A Tokaji Fesztivál katlan ügyvezetőjeként, és hát azt hiszem, hogy egy ilyen profi dolognak nem is nagyon kell a reklám. Hát úgy látom, hogy tényleg hozta azt a dolgot, amit vártatok, hiszen rengeteg látogatótok volt az idén. Mik voltak a legjobb, vagy a legérdekesebb, a leglátogatottabb események? Igen, hogyha már kiemelted, vagy utaltál a múltkori beszélgetésünkre, ugye azzal fejeztük be, hogy augusztusban jövök, és Thomas Anders és a Modern Talking Band ezzel fejeztük be, hogy szeretettel várlak. Nagyon sokan voltak kíváncsiak erre a produkcióra. A legmodernebb hang- és fénytechnikával fűszerezett eseményünk a Thomas Anders, a világsztár érkezése volt. Fantasztikus koncertet adott, több országos kereskedelmi televízió is beszámolt az eseményről, illetőleg hát mi is, és ott vagyunk a fesztiválkatlan.hu oldalon, meg lehet tekinteni az összefoglaló videót. Egyébként nagyon közvetlen volt Thomas Anders, külön exkluzív interjút is készítettünk vele, amelyben a szakácskönyvéről, az októberben megjelenő szakácskönyvéről mesélt, ezt is meg lehet egyébként tekinteni, tehát a videóban, úgyhogy ez volt az egyik legkiemelkedőbb eseményprodukció. Mondhatni azt, hogy a fesztiválkatlan történetének legkiemelkedőbb eseménye ez volt, hiszen mégiscsak egy világsztárt köszöntöttünk a fesztiválkatlanba, ahova nagyon sok helyről érkeztek látogatók szerencsére, olyanok is, akik még soha nem jártak a katlanban, ahol a minőség, a kultúra és a gasztronómia találkozik. És hát ezen kívül természetesen még voltak kiemelkedő eseményeink, ezek közé sorolható a Máté Péter, Cserháti Zsuzsa emlékkoncert, amely augusztus 5-én volt, szintén nagyon szép számú néző előtt, és kiváló sztárénekesek előadásában, mint Szomor György, Janzakata, Fésűs Nelli, Vastag Tamás, és még lehetne sorolni a neveket. Nagyon egymásra talált egyébként a közönség és
és az énekesek, ezt külön hangsúlyozták is egyébként, úgyhogy fantasztikus volt tényleg az esemény, illetőleg nagyon büszkék voltunk arra is, hogy külön köszönthettünk két művésznőt születésnapja alkalmából, Janza Katát és Fejes Szandrát, illetve hát, hogy nyilvánosan gratulálhattunk a produkciójukért, tényleg fantasztikus élmény volt. Akkor Thomas Anders után azt gondolom, hogy jöhetnek a világsztárok, végül is debütáltatok, megfelelt a hely. Hogyha nem írt volna a szakácskönyvet, vagy nem lenne különösen tehetséges ezen a területen, akkor is őt hívtátok volna? Vagy most már tényleg ennyire összekapcsolódik a kultúra és a gasztronómia a ti esetetekben, hogy ez is tulajdonképpen egyfajta katalizátor a meghívások esetében, hogyha valaki mondjuk jól főz? Összekapcsolódik abszolút, de természetesen ennek akkora jelentőséget nem tulajdonítottunk, de azt mindenképpen bizonyította az esemény, hogy a retro sztárok, amiről a múltkor is beszéltünk, helyük van, és szereti őket a közönség, és hát egy ilyen világsztár után valóban újabb világsztárban kell, hogy gondolkodjunk, és hát szeretném kiemelni, hogy tulajdonképpen ez a koncert a Fesztiválkatlan Kft. Tulajdonosai, a Broadway nélkül ez nem jöhetett volna létre, úgyhogy az úton is nagyon köszönjük nekik természetesen, mint fontos momentum és pillanat ezt megemlíteni. És hát ugye időközben a teátrumban is voltak azért események, humorestek, illetőleg különböző vígjátékok vagy előadóestek, mint például Olá Ibolya zenés estje, valamint Kern András, illetve fellépett Kőhalmi Zoltán is, és hát a párterápia vígjáték is ide sorolható. Nem csak azért jöttél, hogy a múltról beszélj, hanem nyilvánvalóan a jövőről is, hiszen azért a nyár még tartogat meglepetéseket. Így van, többek között ma este lesz a teátrumban Kis Ádám, az ország egyik legnépszerűbb humoristájának az előadó estje. Már minden jegyünk elfogyott két héttel az esemény előtt. Az Zempléni Fesztivál keretében lesz két nagy esemény, méghozzá augusztus 12-én a Tenkes kapitánya, illetve augusztus 18-án az Abba Szimfoni, az Abba világhírű slágereit feldolgozó budafoki Doknyányi zenekar egy szimfonikus koncertet fog előadni. A karmester nem lesz más, mint a Liszt Ferenc díjas előadó művész, Hollerung Gábor, egyébként ő a Zempléni Fesztivál műszaki vezetője, igazgatója is ilyen tekintetben, úgyhogy a Zempléni Fesztivállal amúgy is évek óta szoros kapcsolatot ápolunk, úgyhogy most ezt a két előadást fogják elhozni a Fesztiválkatlanba. És hogyha már a bemutatóknál tartunk, akkor augusztus 26-án Robin Hood, a világ egyik leghíresebb története, Szomor György és Miklós Tibor rendezésében egy bemutatóra kerül tehát sor. Egy fantasztikus musical lesz a Tokaji Fesztiválkatlanban, úgyhogy ez augusztus 26-án érdemes ellátogatni. És az utolsó nagy színpadi előadásunk az majd szeptember 2-án lesz, a Kossuth díjas énekes Zorán ad élő koncertet, és ezen események mellett azért még a teátrumban is lesznek eseményeink. Aki lemaradt Kis Ádámról, ott van a Lárpullár Társulat, de már nagyon kevés egy van, hangsúlyozom, nem még lehet jönni erre az eseményünkre. Közkívánatra hirdettük meg egyébként ezt az eseményt, tavaly is voltak nálunk, és most visszahívtuk tulajdonképpen őket. Érdekesség egyébként, hogy ez az új előadásuk, nem tudták, hogy mi legyen a címe az előadásuknak, Halvány Lila Gőzük sem volt, és végül Halvány Lila Gőz lett az előadásuk címe. Vekerdi Tamás és még professzor dr. Bagdi Emőke fog jönni egyébként még a teátrumba. Azt hittem, hogy ők is a Lárpullár Társulat részeként lépnek föl. Hát tényleg elég harcos lesz, ugye Robin Hood, Tenkes kapitánya, aztán jó sok humor, és tényleg Zorán, azt gondolom, hogy ők pedig hát örökzöld slágerekkel. Hát köszönjük szépen, Gábor. Szépen, mondanám, köszönöm, hogy várunk a jövő hónapban is, de hát meglátjuk, hogyha lesz kedved és lesz természetesen hír a Fesztiválkatlanból, akkor várunk szeretettel. Köszönöm, és gazdag katlan élményt kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, mi pedig programajánlóval folytatjuk.
hogy mennyire mélységes, mély a múltnak kutya, azt gondolom, hogy az tőlem Rémiás Tibor, a József András Múzeum igazgatója sokkal jobban tudja, hiszen gyakorlatilag ugye önök arra tették föl a nagy esküt, hogy ezeket a kincseket népszerűsítsék, megosszák és összegyűjtsék. Hát nemrégiben azt gondolom, hogy nincs az országban olyan ember, aki ne hallott volna a múzeumok éjszakájáról. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert talán azok is ellátogatnak a Magyarország múzeumaiba, akik évközben mondjuk valami miatt nem teszik meg. Így van ez egyébként, igazgató úr, ez a nap tényleg népszerűbbé teszi a múzeumokat? Hát nekünk az a célunk természetesen, és hát a múzeumokban az év legnagyobb eseménye szokott lenni a múzeumok éjszakája. Mondhatni, hogy az egyik legnagyobb eseménye, és ez most ebben az évben így is volt. Nagyon szép számmal látogatták a kiállításainkat, programjainkat. Hát egy érdekes témát sikerült választani, egy csalogató témát, ami mellett nagyon kevesen tudnak elmenni. A témánk ugye a nő, érzékiség, szexualitás. Ez volt. Programok ehhez kapcsolódtak, és a kiállítások is. Ezek az időszaki kiállítások a mai napig még láthatók, de amiről majd beszélni fogok, ez egy új időszaki kiállítás lesz. Az egyik időszaki kiállításunkat így fel kellett adnunk, és akkor annak a helyére kerül majd ez a bizonyos Fejedelmeink mesés kincsei című kiállítás. Nos, hát akkor meséljen erről egy picit, igazgató úr, honnan érkezik ez a kiállítás, és mégis mitől ennyire rendkívüli? Hát tulajdonképpen a cím minden szavát meg kellene magyaráznom. Tehát először is Fejedelmeink, egyértelmű, hogy a magyar nemzetünk történetének egyik részéről, erdélyi fejedelemségről lesz szó. Erdélyi fejedelmeink által kibocsátott ezüst tallérokat és aranydukátokat fogunk most idehozni. Hát ez egy szenzációs időszaki kiállítás lesz. Augusztus 26-án fogjuk délután 2 órakor megnyitni. Maga az alapanyag, amit itt kiállítunk, tulajdonképpen ezek a műtárgyak, így együtt tulajdonképpen elég ritkán voltak láthatók, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank értéktár programjában vásárolta meg ezt a magángyűjteményt, és ehhez a magángyűjteményhez, az ezüst tallérokhoz a Magyar Nemzeti Múzeum még 48 aranydukátot is hozzátett. Az aranytallér az 220 darabos, és még plusz ez az említett 48 aranytallér, de ezekhez még kapcsolódnak verőtövek, 17. századi verőtövek, amiken ezeket a gyönyörű szép ezüst tallérokat verték, meg az aranydukátokat. Ezen kívül 17. századi fegyvereket, vérteket, díszszabjákat, és így tovább. Tehát nagyon sok mindent bemutatunk ebből az időszakból, tehát a 21 erdélyi fejedelmek egyenként a tevékenységüket bemutatjuk, és tehát általuk kibocsátott pénzeket is. Ilyenkor ugye a laikusban mindig az az első kérdés, hogy vajon mennyit érnek ezek a tallérok, mennyiért vásárolták meg, és valóban mondjuk az az összeg, az azóta esetleg, tehát nem is az összeg, hanem maga az eszmei értéke növekedette mondjuk. Tehát nehéz itt pénzértékről beszélni, ugyanis lehet, hogy amikor megvásárolták, már másnap sokkal többet ér, de van eszmei értéke is, meg van gyakorlati értéke is. Most így, amit mi be fogunk mutatni a József András Múzeumban, ez 2 milliárd forint értékű műtárgyat mutatunk be. Tehát ennek alapján a biztonsági elvárás is nagyon magas. Úgyhogy újabbnál... Éppen ez volna a következő kérdésem, hogy lehet ezeket védeni? Igen, tehát újabbnál újabb biztonsági rendelkezéseket kellett megvalósítanunk, tehát maximális biztonsággal fog érkezni majd ide a pénz is. Erre már Nyíregyháza lakóit nagy szeretettel meghívnám, mert augusztus 16-án délután 2-3 óra között fog érkezni ez a hihetetlen értékű kincs lelet. Páncélautóval fogják hozni, és megfelelő védelemmel. Tehát már ez is egy látványosság. Ez is egy látványosság lesz. Ugyanis ezt a kincset legelőször a Magyar Nemzeti Múzeumban mutatták be.
A fővároson kívül Székesfehérváron került bemutatásra, és már Székesfehérváron is tulajdonképpen forgalmi dugót okozott, amikor megérkezett ez a lelet. Hát nem kívánom azt, hogy forgalmi dugó legyen, de kívánom azt, meg főleg gondolom a fiatalok érdeklődnek az ilyen rejtelmes mesés dolgok, meg biztonsági rendszerek iránt, úgyhogy 16-án már eleve a múzeum előtt várom az érdeklődőket, amikor megérkezik a lelet, és rögtön páncélszekrénybe kerül. Hát azért van egy bizalom is ugye itt a múzeum részéről, mert nyilvánvalóan nem feltételeznek semmiféle kriminális szándékot a látogatók vagy a nézelődők oldaláról. Azért tehát... nem feltételezünk, mert maximális biztonságban érezzük ezeket a tárgyakat. Egyrészt az ideszállításnál, és az utána lévő őrzés is maximálisan biztosított. Tehát nem is kerülhetett volna ide ez a műtárgy együttest, hogyha ezeket a biztonsági feltételeket nem tudjuk garantálni. Meddig lesz látható a kiállítás? Ez az időszaki kiállítás 3 hónapig, tehát november végéig látogatható, úgyhogy addig minél több embert arra ösztönzök, hogy jöjjenek. Hát ha ki lehet emelni bizonyos társadalmi rétegeket, akkor én a fiatalokat ösztönözném arra. Hát ha az erdélyi fejedelemség történetéről nem tanultak annyit, amennyit szeretnének tudni, és most egy újabb megközelítésből a numizmatika oldaláról közelítjük meg a fejedelmek tevékenységét, de ez múzeumpedagógiai foglalkozásokat is fogunk tartani. Tehát a fiatalok, az iskolások, a diákok részéről én úgy gondolom, hogyha eljönnek, akkor szerintem maradandó élményt jelent számukra, és bármikor, hogyha elhangzik egy fejedelemnek a neve, akkor már fogják tudni társítani a tevékenységüket, hogy mit csináltak, mert olyan foglalkozásokat fogunk tartani. Ez a címben a mesés. Mert ugye mondtam, hogy a címnek minden részét meg lehetne beszélni, tehát a fejedelmeink az erdélyi fejedelmekre vonatkozik, a mesés ez a múzeumpedagógiai foglalkozásokra, és a kincs az pedig magáért beszél, ugye, hogy ami ott lesz, és ami ott lesz, és igen. Mindent a szemnek nyilván a kezeikkel valószínűleg nem tapinthatják meg, de megnézni nem lehet. Már csak egy kérdés fogalmazódott meg, sajnos az időnk elfogyott. Igazgató úr, hogyha most így egy ilyen misztikus utazásra a részese lehetne, és visszautazhatna valahová az időbe, akkor melyik történelmi kor lenne az ön számára a legizgalmasabb, a legvonzóbb? Hát én hazabeszélek, mert nekem a kutatási területem 18. századi Magyarország története. Én nagyon szívesen visszautaznék a 18. századba, mégpedig a Rákóczi szabadságharc utáni időszakra, ahol amikor rengeteg nemzetiség megjelent Magyarország területén. Ugyanis a hosszú háborúk után, a törökök után, és a Rákóczi szabadságharc után, ami sajnos ugye elbukott, azután ugye nagyon sok ember elpusztult, és természetesen a munkálkodó kezekre szükség volt. És akkor nagyon sok nemzetiség betelepült a történeti Magyar Királyság területére. Na ez a betelepülés, meg ez a nyüzsgés, meg ez a újszerűség, tehát ez engem nagyon érdekelne, hogy egyáltalán hogy történt akkor, és mennyire volt befogadó nép a magyar. Mert szerintem igen, az volt, és most is az. Hát köszönöm szépen, azt nem mondom, hogy most egy ilyen utazásra invitálom igazgató urat, de a Nyíregyháza és a megye eseményeit megnézhetjük együtt. Ezt követően pedig, kedves nézőink, nagyon különleges témával fogjuk Önöket várni. Egy olyan híres gyógyszerész és neje látogatja meg stúdiónkat, akit nem csak a gyógyszertárban, hanem rengeteg magyar filmben is láthatnak. Várjuk Önöket vissza.